Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Megnézzük azt, hogy milyen az energia, mi történik pénteken, szombaton vagy vasárnap. A pénteki nap az bal oldalon látható, szombat középen, és vasárnap az jobb oldalon van. Felül a virágok, azok az én kártyáim, illetve a férjem készítette a képeket, a kártyákat, de az ötlet, meg hogy melyik virág mit jelent, az tőlem van. Így mondhatnám, hogy mindezt együtt készítettük. A pénteki napon a buza virág látható, és én gyermekkoromban imádtam a búzavirágot, a pipacst, a margarétát. Én annyit szoktam játszani így a természetben. Számomra ez olyan gyönyörű emlék még mindig. Tehát itt a búzavirág látható, és utal a gyermekkorra ugyanúgy, ahogy én is ezt érzem. A pénteki napon vannak ilyen gyermekkori emlékek, egy kis nosztalgia ebben. Alul látható ez a férfi, ott áll és nézelődik, előtte ott vannak a kelyhek, ami jelenti az érzelmeket, de a kelyhek olyanok, minthogyha ez egy kerítés lenne előtte, és pontosan így érzi magát. Nem tudja, mi van a kerítés mögött. Nem tudja, hogyan tegye át magát a bizonytalanságokon, esetleg a félelmeken. Van ugyan egy új irány, meg odafigyel mindenre, de valami visszatartja őt, valami korlátozza őt, és a mágikus fog segíteni ezzel a varázslatos erővel, hogy átteszi magát a kerítésen, a félelmeken, a bizonytalanságokon, a korlátozásokon, és akkor megvan ez a varázslatos kisugárzás, hogy megvalósítja mindazt, amit eddig tervezett, hogy megvan a vonzalom is kettőtök között. Középpen a kártyák utalnak a szombati napra, felül van a kamília virág, gyönyörű, nagyon tetszik ez is, és jelenti az ékszert. Ez az ékszer utalhat arra, hogy valaki megajándékoz téged, például egy ékszerrel. De az ékszernek van egy ilyen csodálatos hatása is, hiszen jelenti az értékeket, hogy te értékes vagy arra, hogy megkapd az élettől azt, amit szeretnél, vagy ő értékel téged. Alul látható a főpapnő, és őrzi a titkok könyvét, a sorsok könyvét, és most kell a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. A főpapnő utalhat egy spirituális területre, és lehet, hogy ez a hivatásod, vagy érdekel téged, és számodra ez a terület olyan, mint egy ékszer, hiszen nagyon szereted ezeket a témákat. És te, mint hölgy, megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, az jelenti az intuíciódat, a kreatív tevékenységet, az inspirációt, vagy általánosságban kihat az érzelmekre, kihat a párkapcsolatra is, hogy kimutatod az érzelmeidet, vagy megvan a bizalom, akkor is, ha őt még korlátoz valami, hogy érzelmekkel közeledik hozzád. Ezt megteszi, hiszen látható a pénteki napon ugyan a korlátozás, de mégis a kelyhek vannak előtte, ami jelenti az ő érzelmeit, és te, mint egy királynő a kelyhek felett, ezt elfogadod. A vasárnapi nap jobb oldalon látható a jászmin virág, ami jelenti a művészi területeket, megvan nálad,
ez a tehetség, vagy minden olyan művészien alakul ki köztetek. Ő evezi ezt a csónakot, tehát ő evez, ő irányítja a dolgokat. Itt elhagyja a régi partot, lezár bizonyos dolgokat. Az új part még nem látható, legalábbis számodra még nem látható. Lehet, hogy ő tudja, hogy hova evez, de te ezt még nem látod, emiatt esetleg még vannak bizonytalanságok, de bíz benne, vagy bíz a főpapnőben, hogy úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. A pénteki napon látható még előtte a kerítés, szimbolikusan, hogy vannak még ugyan korlátozások, de vasárnap már látható a mozgás, hogy ő jönni fog, mozgásba jön, és átviszi számodra a tűz elemét, az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. Tehát lelkesen, szenvedélyekkel bátran közeledik hozzád. Amit a képek mutatnak, hogy vannak pénteken nála még korlátozások, vagy félelmek, a mágikus segít mindezt megoldani. Vagy lesz itt egy szertartás, vagy belőle árad ez a mágikus energia, ez a vonzalom. Ha te egy hölgy vagy, legyen meg a bizalom, foglalkozz művészetekkel, vagy a spirituális területtel, ez jót tesz számodra, sőt, megvan a tehetséged ehhez. Az, hogy kettőtök között mi hogyan alakul, bízz benne, hiszen ő jön mozgásba, ő fogja irányítani a dolgokat. Akkor is, ha te még nem látod, hogy hova vezet ez az út, legyen meg a bizalom, mert ő is bízik abban, hogy eléri azt, amit elképzelt, vagy amit ti ketten elképzeltetek, hiszen megbízik a varázslóban, és a varázsló segít abban, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. Megvalósuljon. Ő ennek tudatában van. Nálad pedig fontos a bizalom, fontos az érzelem. Nála a tervek, a gondolatok, nálad inkább az érzelmek. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Ennek örülnék, és köszönöm szépen. Azon kívül leírhatod a véleményedet a kommentárba, például azt, hogy tetszenek-e a virágos kártyák, mi a véleményed erről, és meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!